Azok a fiatalok, akik úgy döntenek, hogy a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szeretnék folytatni tanulmányaikat, bizonyára nem most, hanem már jóval korábban határoztak így. Hisz, ha jól sejtem, különleges felkészültség, rátermettség és elhivatottság szükségeltetik ahhoz, hogy a felvételin és az első időben, és aztán majd az egész pályán jól szerepeljenek a fiatalok. Talán ezért olyan nehéz bekerülni az Orvostudományi Egyetemre, ezért van évről évre sokszoros túljelentkezés. Stúdiónk vendége Vértes Marietta egyetemi tanár, az orvostudományi kar oktatási dékán helyettese, szeretettel köszöntöm. Mit kell tudnia annak a fiatalnak, aki szeretné megállni a helyét a felvételin? Tanulni és kitartónak lenni. A felvételin legelőször neki muszáj, tudni kell produkálni azt, amit középiskolában megtanult, azokból a tárgyakból, amiből éppen felvételizik. Emellett logikai készségről feltétlenül tanúságot kell tenni, mert az egész orvostudomány arról szól, hogy össze tudja kapcsolni azokat az eseményeket, amit majd a betegnél látni fog, és ezt meg kell tanulni, és ehhez érzékkel, és ezt mi keressük a jelentkezőkbe. Mert tulajdonképpen semmit se lehet izoláltan vizsgálni egy betegnél, és nem lehet különállóan megtanulni valamit, hanem ezt meg kell tanulni, összekapcsolni. Ez az egyik dolog. A másik, lexikálisan elég sokat kell nekik tudni. A írásbeli felvételi rész, országosan szervezett felvételi rész a sok tényanyagnak a tudását kéri a hallgatóktól. Ezekben az írásbeli vizsgákban, és hát természetesen nekünk is valamilyen alapon röpke 10 perc, 20 perc alatt kell kiválasztani mondjuk az 1500-ból azt a 150-et, akit fel akarunk venni. És ezért a középiskolás anyagot kérdeznünk kell. Ez az, amit tudni kell nekik. Úgy tudom, felvetődött, hogy esetleg pont a nagyszámú jelentkező miatt ne legyen szóbeli vizsga, de önök ragaszkodnak hozzá. Feltétlenül verbális tárgy az orvostudomány, egész életében az orvosnak tudni kell a beteggel beszélni, és talán nagyon-nagyon sok esetben legalább annyira fontos, ha jól tud a beteggel beszélni, mint ahogy kezeli az illető orvost, az illető beteget. Nagyon fontos ez a dolog. És mi úgy gondoljuk, hogy ha találkozunk a jelölttel, személyesen beszélgettünk a jelölttel, jobban meg tudunk arról győződni, hogy ő alkalmas-e a pályára, és ha alkalmas, mennyire alkalmas. Az Orvostudományi Egyetem azt hiszem tipikusan az a fajta intézet, ahol a felvételi nehéz, nagyon nehéz, de az első idők azok még nehezebbek. Sokan ki is szoktak maradni, mert nem bírják a tempót. Ez sajnálatos módon igaz, és ilyenkor mindig kudarc élményünk van, hogy rosszul választottunk. De a dolog háta mögött az van, hogy középiskolában ők elsősorban napról napra tanulnak meghatározott anyagrészeket. Az egyetemen az első évben rögtön azzal találkoznak, hogy a leghamarabb a félévi vizsgán kell nekik egy meglehetősen nagy anyagrészből beszámolniuk. Nem mindenki tud ezzel megbírkozni, nem mindenki tudja átlátni, nem mindenki tud egy nagyobb anyagrésznek könnyedén és megfelelően kisebb részéből vizsgázni. És ezért meglehetősen sok az elégtelen. Ez az első két évre, különösen a második évre nagyon jellemző, mert ahogy halad előre, a kurikulum egyre nehezebb, és akkor a második végére egyrészt ők már nagyszerűen megtanulják, hogy hogy kell egyetemre járni, hogy kell ezeket az anyagrészeket és ezeket a fejezeteket, tantárgyakat megtanulni. Harmad évben már kevesebb, és akkor szinte megtáltosodnak, megokosodnak, ha szabad így mondani a hallgatóink. Negyed évtől kezdve tulajdonképpen már inkább élvezik, akkor már hármas, az már gyenge eredménynek számít, akkor már jó eredményeket hoznak. Élvezik a beteggel való kapcsolatot, tehát akkor már élvezik, hogy ők sokkal-sokkal közelebb állnak a beteghez, az orvostudományhoz, mint az első három évben, különösen az első két évben. Jó, hogyha a hallgató mindjárt az elején tudja, kitűzi magának, hogy milyen szakirányban szeretne tanulni majd? Én azt gondolom, hogy ez egyéntől függ. Ha kitűzi, akkor is lehet, hogy eltérítődik. Számtalan példát látunk benne. Nem tudja még ő középiskolás korából, vagy akár gyerekkorából fölmérni a lehetőségeket, amit elérhet az orvostudomány tanulása során és az egyetem végzése során. És itt nagyon sokszor a régi álmok elmaradnak. Vannak olyanok is, nagyon kevesen, akik úgy jönnek hozzánk, hogy egy bizonyos szakot akarnak művelni,
és akkor azok hozzátanulnak, erősen képezik magukat, és tényleg nagyon jó szakorvosok lesznek a kiválasztott területen. Ez változó. 1000-1500 jelentkezőről beszélt, mennyit tudnak felvenni? 150-et a általános orvosszakra, és 20-at a fogorvosszakra, ez egy rögzített szám. Ettől csak egészen minimális eltérés szokott lenni, mert a törvény kimondja, hogy aki egy bizonyos pontszámot elért, a felvételi határnak a pontszámát, azt fel kell venni. Na most mondhatom azt is, hogy van, amikor szerencsések vagyunk, mi sok hallgatót szeretnénk, szerencsések vagyunk, és ez a határ nagyobb létszámot tud behozni, és van, amikor ellenkezőleg kevesebbet tudunk fölvenni, azért, mert a következő határ már annyival több lenne, hogy azt nem lehet, nem engedélyezik. Köztudott, hogy az egészségügyben dolgozók keveset keresnek. Mégis milyen népszerű ez a szakma? Igen. Én azt hiszem, valahol az emberekben mélyen megvan, hogy szeretnek segíteni a másikon. Ez egy nagyon-nagyon szép pálya, csodálatos pálya, és az az alapja, hogy másokon segítsen. És talán ez vonza az embereket. Én úgy érzem, hogy hosszú időn keresztül még sokan akarnak orvosok lenni, és szükség is van rá. Köszönöm szépen a beszélgetést.